igazgatónak kérem a tanévet, ugye mindig lezár, illetve a másikat meg bevezető a vakáció. Mi történt a nyári szünetben itt az iskolában a gyerekekkel? A tavalyi tanévet június végén nem zártuk be, hiszen júliusban egy 3 hetes nyári napközés táborban vehettek részt iskolánk tanulói. Ennek a nyári napközés tábornak a témája a honfoglalás volt. A gyerekek nagyon sokat kézműveskedtek, énekeltek, táncoltak, kirándultak. A honfoglalás témából adódóan nagyon sok honfoglalás kori tevékenységet űztek. Kemencét építettek, saját maguk főztek, teljes honfoglaláskori ruhát készítettek el önmaguknak. Nagyon sok élményben volt a gyerekeknek részük. Hát akkor ez igazán szép volt gyerek részről, és szerintem önöknek is elég sok élményben volt részük, mert egész nyáron át munkazaj hallatszott ki, zuhogás, kalapácsok dübögése, falfúró, takarítás hangjai. Mi volt az iskolában a nyár folyamán, tehát az épületben? Valóban így igaz. A nyári szünet rövid, 2 hónapos, de próbáltuk ezt a 2 hónapot nagyon aktívan kihasználni. Kívülről most nem látványos ez a változás, belülről azonban lényeges változások történtek. Valamennyi folyosóról levettük a műanyag lambériát és csempeburkolatot kaptak a folyosók, illetve valamennyi épület tanterme. Szintén lekerült a tanterméről a műanyag lambéria és falambériát kaptak. Minden tanterem és egyéb kiszolgáló helyiség ajtaját cseréltük ki tokostól. A zárda épületben, ami már nagyon-nagyon régi, ott az emeleti részen a födémet erősítettük meg. Azért is volt nagy fúrásfaragás, mert volt az egy 50-60 cm vastag salakkohó réteg, amit ki kellett onnan venni, könnyű szerkezetes betonburkolatot kaptak, és arra kerültek a járólapok. Ilyen módon az informatika termünk ebben a tanévben újra megújult. De aki úgy végigjár a folyosókat, látod, hogy minden sokkal világosabb lett, minden sokkal esztétikusabb, sok ablakot is elhelyeztek, ugye? Igen, elég sötét volt az épület, a dobozépületet, a zárda épületet elválasztó falakat is kibontottuk. Már világító ablakokat tavaly megépítettük, illetve úgy terveztük, és így is sikerült a kivitelezés, hogy a tantermek ajtaján egy kis világító ablak van, hogy minél több természetes fény jusson be a tantermek, vagy a folyosóra. Egy kis új helyiséget is alakítottuk ki, aminek eddig hiányát szenvedtük. Kialakítottunk egy kis szülői fogadószobát, ahol nyugodtan a pedagógusok le tudnak ülni egy-egy gyermek szüleivel beszélgetni, ha valami probléma történik a gyerekkel, vagy nem feltétlenül probléma, hanem a előre haladásával kapcsolatban valamilyen közös, személyes beszélgetésre kerülne sor. Tehát ez csupa felújító munka volt. Kitérnék valami másra is, mert itt a Zádor utcán, az iskolával szemben, a könyvtár mögött volt egy másik építkezés, ami szigorúan ehhez az iskolához, pontosabban a Marista rendhez köthető. Mi épült ott? Igen, a könyvtár mögött épült meg az iskola testvérek rendháza, tehát ők itt fognak lakni, ez az ő lakásuk. Most a mai napokban adják át, történik meg a műszaki átadás, tehát hamarosan be fognak oda költözni. A rendház építése, illetve az iskola felújítása és a fenntartó szerzetes rend jóvoltából valósulhatott meg. Elérkeztünk így az építkezések kitárgyalásáig, akkor az is véget ért. Egyszer gondolom nagyon örültek neki, hogy véget ért a vakáció ilyen szempontból, és megkezdődött az újabb tanév. Mit lehet tudni az újabb tanévről? Ebben a 2013-as, 12-es, 13-as tanévben egy első osztályt indítottunk, 24-es létszámmal, 13 tanulócsoporttal működik iskolánk. Az egész alsó tagozat iskola otthonos szervezeti formában dolgozik, illetve nem csak az alsósok, hanem az 5.-6. évfolyamosok is ebben a szervezeti formában, és igénylik a 7.-8. is, tehát tanulószobát a 7.-8. gyerekeknek, tanulóknak is biztosítunk. A 7.-8. nem az egész osztály van itt, csak aki kéri, egy csoport jön össze a 3 osztályból, de igen, igénylik a szülők, hogy itt a gyerekek itt készülhessenek fel.
a másnapi órára. Azon túl persze nem csak tanulás, hanem minden egyéb szabadidős tevékenységben is részt vehetnek, mikor itt maradnak. Minden nap az egyik testvér vezetésével informatika szakkörön vehetnek részt, tehát internet elérést biztosítunk a gyerekeknek, gitárszakkörön, táncszakkörön vehetnek részt, foci edzést tartanak a testvérek nekik, tehát a tanulás mellett elég színes szabadidős tevékenységbe is részt vehetnek, nem beszélve arról, hogy iskolán könyvtárát is használhatják, és ezt nagyon szeretik is a gyerekek. A tanévnek az egyik újdonsága az, hogy vannak osztályok, ahol most már minden napon tesznek, és mindenütt megkérdezem, mert hírek járnak erről, nem Karcagról, hanem másfelőről is, hogy okozott a nehézséget az önöknél. Hát nálunk is, mint minden iskolában be kellett ezt vezetni. Annyi nehézséget minden iskolában jelentett, hogy az új kerettanterv még nem jelent meg, tehát most az mi szakmai hozzáértésünkre van ez bízva, hogy hogy töltjük fel ezt az 5 órát. Az első osztályban a szokásos tananyag mellett természetesen nagyon játékos, táncos, népi gyermekjátékokkal bővítik ezt a nevelők. 5. vezettük még be a mindennapos testnevelést, és miután tavaly felújult a tornatermünk öltözője, ebéd zuhanyzó része, az egészséges életmódra nevelés fontos feladatának tekintjük azt is, hogy kulturált körülmények között edzik a testüket, tehát testnevelés óra után lehetőség van a zuhanyozásra, fürdésre a gyerekeknek. A tantervben egyébként történt-e valami változás, valami újítás, újdonság? Hát még most nem. Úgy, mint másik iskola, mi is azt várjuk rettentő nagy türelmetlenül, nagyon türelmetlenül, hogy a kerettantervek végre megjelenjenek, hiszen minden iskolának december 31-ig át kell dolgoznia az új NATRA épülő kerettantervek alapján a pedagógiai programját, és hát szeretnénk, ha minél hamarabb kezünkbe lenne ez a dokumentum, hogy neki láthassunk ennek a munkának. Illetve iskolánkra természetesen jellemző a katolikus hitre nevelés. Mi a Marista iskola vagyunk, a Marista tartomány része, és minden Marista iskolában van egy évi jelmondat, az ez évi jelmondatunk a jár nyitott szemmel. Minden Marista iskolában ezt a jelmondatot követik a gyerekek, és minden hónapnak más jelmondata van, amit a gyerekek megbeszélnek, követnek, cselekednek, csinálnak. Mi volt a tanév eddig esetleg tanórán kívüli, azzal párhuzamosan folyó esemény? Megmondom, hogy miért, mert a múlt héten pénteken akartam beszélni, itt éppen önt hívtam volna, de senki nem volt az iskolában, merre jártak? Valóban így van. Pénteken az egész iskola úgynevezett vonatos kiránduláson vett részt. Szalajka völgyben voltunk, 1-től 8-ig az egész iskola kirándult, és jártunk nyitott szemmel, mert rácsodálkoztunk az őszi természet minden szépségére. De hétfőnként sem találnak itt mindenkit, mert minden tanév elején Berekfürdőre tesznek látogatást a gyerekek. Ez egy motiváló tényező, így év elején összeszokjanak a nevelőkkel, egymással megismerkedjenek, 2-2 évfolyam szokott kimenni, ott misén is részt vesznek a gyerekek, és természet közeli tevékenységeket végeznek. Jó tevékenységeket kívánunk mindenkinek, tanároknak, diákoknak egyaránt, és hát jó munkát, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen!